Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten igéjét olvasom, Pálapostól, Timóteushoz írott első leveléből, negyedik fejezet, első öt verséből. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten ígéje és a könyörgés által. <tosz> Egyetlen mondatot emelek ki ezen a mai napon is az ige szakaszból, mert az Isten minden teremtménye jó, ha háladással élnek vele. Isten minden teremtménye jó, és mégis a mai világban is olyan sok a tévtanító. Olyan sok olyan ember létezik, aki félrevezet másokat szabályokat, törvényeket alkotnak, élelmiszereket tiltanak meg emberektől, és mégis sokan követik őket. Ezeket a tévtanítókat nem Isten lelke küldi, indítja a küldetésükre, nem Istentől valók, öncélúak, valamilyen becsvágy, dicsőségvágy, hatalomvágy vezérli őket, sőt, esetleg benne is van egy kicsit a pénzsóvárság, a kapzsiság, a harácsolási vágy, hogy ezeket az embereket félrevezetik, és ezáltal még esetleg ők is jól járnak és meggazdagszanak. Ezzel szemben viszont van egy híres teológus, Bart Károly, aki azt mondta, hogy az Isten egészen más. Ezt az egészen más Istent mutatta be nekünk Jézus Krisztus. Amikor itt a Földön járt, a földi életében, mindvégig erről az egészen más Istenről tett bizonyságot. Egy alkalommal például, amikor Jézus és a tanítványai úton voltak, és termőföldön mentek keresztül, akkor elkezdték tépdesni a kalászokat, mert éhesek voltak. És ez szombati napon történt. Az akkori egyházi vezetők megbotránkoztak rajtuk, számon kérték őket. Hogy tehetnek ilyet szombati napon egyáltalán? Miért nem tartják be a törvényt, a szabályokat? És Jézus azt mondta, hogy Isten egészen más, ő fölül írja ezeket a törvényeket, a szabályokat, mert neki az a lényeges, hogy mi van a szívünkben. Hogy milyen szívvel szolgáljuk az Urat. Tiszta szívvel, hűséges szívvel, szeretettel, őszinte szeretettel ragaszkodunk el az egy élő igaz Istenhez. Egy másik alkalommal pedig az történt, hogy Jézus és a tanítványai mosatlan kézzel ültek le enni, és ezért is számon kérték őket. Jézus pedig azt válaszolta, hogy nem az tesz bennünket tisztátalanná, ami bemegy, hanem a szívünkben levő sok gonoszság, a megbocsátani nem tudás, a gyűlölködés, a harag. Ez tesz bennünket tisztátalanná. Isten egészen más. És nekem az a kérésem és kívánságom a mai napra, magam életére nézve is, a testvérek életére nézve is, hogy lássuk meg ezt az egészen más Istent, aki elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust érettünk erre a világra, azért, hogy megváltson bennünket, hogy új életet kezdjünk, és hogy felnézzünk arra az atyára, aki tökéletes, aki minden képzeletünket fölülírja, és aki számára nincs lehetetlen. Így áldja meg Isten a mai napunkat, hogy ezzel az Istennel járjuk az életünk útját. Ámen!